Hogy kitapsol a végén és kié lesz a trófea, azt majd meglátjuk. Minden esetre ebben a szezonban még a Honvédnak nem sikerült legyőzni a Videoton. Igaz, ez ma nem is kell a sikerhez. Negyedik perc, Videoton szabadrugás. Lazovic. Kapu felé, Gróf. És most tudják elrúgni a kispestiek. Juhász fejeli el. Szulics. Nagyszerű kiugratás, Gróf nem indul el. Ez óriási lehetőség. És nem sikerül berúgni a Sepovicsnak. Nagyon nagy mentés volt. Tökéletesen jött vissza Barát. Sepovics pedig egy kicsit sokat várt. Lazovics. Kapu felé. Grófnak kellett figyelnie. Lanzafáme. Ez jobb íveli, és jó a fejes is! Hatalmas védés Kovácsiktól! Dolga nem volt eddig, most pedig a szezon egyik legnagyobb védését mutatta be. Lövőhelyzet, Costa, el is lövi, Kovácsik rossz helyre, tud javítani, és aztán ottan elhozza Négo. Itt van még egyszer, meglepő volt, hogy középre ment Kovácsik védése, de aztán utána gyorsan korrigált. Stopira. Csepovics. Nagy passz, Csepovics kapja le sem. Gróf védett. Nézzük, hogy valóban les volt-e. Igen. Lazovics. Jön Gróf. Üvölt, majd megfogja. Lanzafáme szépen teszi ki. Ikeneking. Ikeneking adja be. Ebben gól! Vezet a Honvéd! A gól király jelölt, és minden valószínűség szerint gól király. Lehet, hogy a bajnoki aranyat jelentő gólt szerezte meg. Ikeneking adja be tökéletesen. Ebben pedig nem először a szezonban rúg ilyen gólt. Megelőzi a védőjét, Kovácsik pedig esélytelen. Tökéletesen Vinicius előtt remekül csinálta Eppel. És itt a vége. Lefújja Bognár az OTP Bankig a 2016-17-es szezonjának győztese, a Budapest Honvéd. Az a csapat, amelynek a sikerére előzetesen hihetetlenül kevesen tettek.